Köszöntjük a kedves nézőket, Boros Norbert szakkommentátor kollégámmal együtt. A helyszín a Népkerti Speedway Arena, azaz Miskolc, ahol a csapat világbajnoki selejtezőt rendezték meg. Itt éppen a csapatok bemutatása zajlik. A mieinken kívül Németország, Lettország és az Egyesült Államok csapata verseng az első helyért, hiszen csak az első helyezett jogosult arra, hogy ott legyen majd a világkupa egyik elődöntőjében. Ez a bevonulás is már maga nagyon látványos volt, hiszen láthatjuk itt ezeket a füstefekteket, a pénztárgép szalagokat, és nem árulok el veled titkot, hogy ez a hangulat majd még fokozódni fog, hiszen még most jött be a magyar csapat a pályára. Hagyd mondjam el, hogy azért voltak itt bonyodalmak a versenyt előtt a csapatok összeállítását illetően. A legnagyobb vérveszteség az amerikai gárdát érte, hiszen Greg Hancock és Billy Hamill is nevezve volt előzetesen erre a versenyre. Ám a két korábbi világbajnok mégsem érkezett Magyarországra erre a viadalra, és ez azt is jelentette, hogy a továbbjutásért zajló harcból ők kapásból ki is estek, és a lettek esélye is nagyban megcsökkentek akkor, amikor benevezték Andrei Skoroljov erre a viadalra, aki csapatvezető is lett volna egyben, viszont mivel ő lengyel útlevéllel érkezett erre a versenyre, ez nem volt elegendő ahhoz, hogy ő itt starthoz állhasson, így a lettek az öt versenyző helyett mindössze négy pilótával vágtak neki a harcnak. Mi az oka egyébként annak, hogy azért azt tapasztaljuk, hogy a csapat világbajnokságot, az ottani szereplést azt nem preferálják annyira a sztár együttesek? Hát gondolok, itt ugye az Egyesült Államok csapatára ki gondolta volna, hogy két alap emberük hiányozni fog, de hát már korábban is láttunk olyan eseményeket, amikor nem voltak ott a legjobbak egy-egy csapaton, csapatnál. Igen, az amcsik azért egy külön kategóriát képviselnek, ugyanis volt egy nagyszerű szériájuk, amikor tényleg akár 4-5 nagyszerű képességű pilóta is hadra fogható volt. Most viszont azért megcsökkentek az esélyeik, hiszen se utánpótlásuk, illetve csak Greg Hancock az a versenyző, aki tényleg napjainkban magasan jegyzett pilóta, és gondolom ez vette el a világbajnok kedvét is attól, hogy most ezen a versenyen is starthoz álljon, hiszen tényleg itt olyan túlzott esélyeink nem lehettek az amerikaiaknak. Viszont a lettek, mint majd a versenyen kiderül, hogyha tényleg öt versenyzővel is tudták volna hozni Koroljovszot, illetve indulhatott volna, akkor egészen izgalmas lehetett volna a végkifejlet, bár így sem panaszkodhatunk. Rögtön nézhetjük az első futamot, egyébként azonos sisak színben, sapka színben versenyeznek majd a magyarok a sárgában, a németek pirosban, kékben, a lettek fehérben, az Egyesült Államok csapata. A lettek részéről nincs versenyző ebben a futamban, és nagyon-nagyon jól kezd Ferján, aki már is az élre kerül. Igen, azt el kell mondani, hogy Ferján Matejnek ez volt az első hivatalos világversenyen magyar csapat színeiben, hiszen köztudomásul nagyon régóta harcoltak azért a szakvezetők, illetve főként a nemrégiben elhunyt Simon Miklós, hogy Ferján magyar lehessen, és az elmúlt évben megkapta a magyar állampolgárságot, és így most ebben az évben segíthet a magyar csapatnak. Tehát Ferján jócskán otthagyta a riválisokat és vezet a versenyben. Smolinski, a lengyelek versenyzője motorozik a második helyen, és Janiro, az amerikaiak salakmotor versenyzője pedig a harmadik jelen pillanatban. És nagyon úgy néz ki, hogy az első futam magyar sikerrel zárul, hiszen óriási előnnyel és fölénnyel vezet a többiek előtt Matej Ferján. Beszéltünk itt az előzetesben a lettekről és az amerikaiakról, viszont nem ejtettünk szót a németekről, akikről azért tudni kell az, hogy ők az egyik legnagyobb esélyesei továbbjutásnak, tehát magyar és német párviaddal várható az a továbbjutás jelentő első helyért. Tehát magyar futam győzelemmel kezdődött Miskolcon a verseny, és jön a második futam. Itt a mieink részéről magosi verseny, ezzel sárga sisakban is nagyon nagy csatát vív a fehér sisakos Fischerrel szemben a rajt után. Fischer azonban egyelőre jobb pozícióban van. Magosi a második helyen található, Poudzux motorozik a harmadik helyen, és Spicer pedig a negyedik. De oda kell figyelni, hogy azért az a második hely meglegyen, mert most egy komoly előzési kísérletet látunk Poudzux részéről Magosival szemben. Magosi egyelőre tartja a második helyet, amiért ugye kettő pont járna, hogyha ebben a sorrendben intenék le a versenyzőket. Továbbra is a második és a harmadik hely
kérdéses. Nagyon úgy néz ki, hogy a győzelmet Fischertől nem tudja elvenni senki. Magosi próbálkozik, ugyan följebb küzdeni magát, de nagyon oda kell figyelni a második helyre Magosinak, hogy az legalább meglegyen számára. Igen, időközben pedig a németek versenyző Richard Spicer kiszállt a küzdelemből, ugyanis motorhibája akadt. És most már nagyon úgy néz ki, hogy ebben a sorrendben érkeznek a célba a versenyzők. Hoppá! Tehát nem lehetett sajnos látni, mert nincs a célegyenesben a kamera. De Magosi megszerezte a második helyet. Tehát Magosi az utolsó pillanatban végül is csak megtartotta a második helyet, ezért 2 pont jár, ez pedig már a harmadik futam. A mieink részéről Szatmárit láthatjuk itt, a második helyen van. Kroner kapta el a legjobban a rajtot. Ugye a német versenyző halad az első helyen, a mieink a másodikok. Ők jelentősen leszakították az üldözőket maguk mögött. Hát illetve csak egyetlen egy üldözőről beszélhetünk jelen pillanatban, tekintettel arra, hogy csak Pietukov van versenyben. Nőtt a különbség az első és második helyezett között időközben. A németekről tudni illik, hogy rendkívül fiatal és tehetséges versenyzőkből áll a gárdájuk, és a most éppen vezető pozícióban láthatottuk Tobias Kroner is az egyik legnagyobb ígéretük. Ráadásul úgy, hogy a fiatal versenyző az a lengyel extraligában motorozik a Gdansk csapatába, tehát kellő rutinja, illetve tudása is megvan ahhoz, hogy a németek óta nagyon-nagyon régen várt új sikeres eljövetelnek részese legyen. És most látjuk is a kockás zászlót villanni, tehát ez azt jelenti, hogy Kroner végzett az első helyen, övé a 3 pont, és ismét 2 ponttal gazdagodott Szatmári második helye révén a magyar csapat. A negyedik kör, na nézzük, Tabakát sárga sisakban, belső ívre került Tabaka, de nem tudott elmenni, így jelen pillanatban csak a harmadik helyen van a magyar versenyző. Igen, a futamot Vyacheslav Girjukis vezeti, óriási meglepetés, és szerintem túl sokat nem tudunk a lett versenyzőről, viszont ez a bemutatkozás, ez nagyon parádés volt a részéről. Mögöttek Kevin Wölbert, a németek reprezentánsa húzza a gázt, és látható, hogy a motorozáson hogy egyáltalán nem adja fel a küzdelmet, tehát ő is futam győzelemre tör. Továbbra is a harmadik helyen motorozik a magyar versenyző. Nincs változás, tehát a start utáni állapotban, ahogy kialakult az első 2-3-4 sorrendje, ugyanabban a sorrendben haladnak, és fogyasztják a köröket is a pályán lévő versenyzők. Az azért szemmel látható, hogy amíg az első 3 versenyző lényegében ugyanolyan távolságból követi egymást, tehát olyan túl nagy különbség nincs köztük, azért az amerikai Kenny Ingalls azért nagyon le van maradva. Tehát éppen ezt mondtam, hogy ez a Sean Harmatjuk, Kenny Ingalls, illetve Tommy Hedden, ez a hármas, ez nagyon-nagyon gyatra, nagyon gyenge pilótákban áll, és ezért vélhetően nem nagyon tetszett Hancocknak az, hogy ide alárendelt szerep miatt eljöjjön. Tabaka tehát végül is a harmadik helyen hozta be a magyar csapatot, ezért 1 pont jár, és már is figyelhetjük az 5. futam résztvevőit. Tihanyi Sándor a mieink részéről sárgában. És nézzük a nagy riválista németeket pirosban. Tihanyi rajtja nagyon-nagyon jónak tűnt, aztán hirtelenjében feltűnt ott a lett versenyző, aki bekerült oda Tihanyi el, és így aztán most a lett fiú van az élen. Paura. Paurát jól ismerhetjük, hiszen a Dauga Pilsineiben a lengyel második ligában motorozik, ugyanúgy, ahogy a Speedway Miskolc alakulata, tehát Tihanyi Sanyival is már nem egyszer összecsapott Paura. Most éppen ő vezet a magyar fiú előtt, viszont Hefenbrock a lengyelek egyik legjobbja, nagyon támadja a magyar versenyzőt. Ugye Hefenbrock ott piros sisakban van közvetlenül Tihanyi mögött, most külső ívre helyezkedve próbálja Tihanyit körbe motorozni, nézzük, be tudja fejezni ezt a manőverét, nem tudta, mert Tihanyi gyorsan zárta azt a területet, így aztán továbbra is a második helyen Tihanyi Sándor. Paura vezeti tehát a mezőnyt. Tihanyi és aztán Hefenbrock, tehát a második, harmadik helyen, itt most megint egy erőteljes támadást láttunk Hefenbrock részéről,
ezt is visszaverte azonban bravúrosan Tihanyi Sándor. Így továbbra is a második helyen a magyar csapat ebben a futamban, és most már meg is van ez a második hely. Paula révén Lettország gyűjti be tehát a 3 pontot, Tihanyi 2 pontot szerez, Häfenbrock révén 1 pont jutott a németeknek, és az amerikaiak megint 0 pontosok. 6. futam, megint ott van kékben Paula, és Szatmári ezúttal a magyarok versenyzője, egymás mellett tehát a lett, illetve a magyar fiú. Paula ugyanúgy rendkívül jó rajtol, mint ahogy jó rajtolt az előző futamban, aztán végül nagyon-nagyon kívülre sodródik, ennek ellenére az ére tud kerülni. Tehát megint lett és magyar első-második hely, de itt az egyenes szakaszban majdnem el tudott menni mellette Szatmári. Paula azonban stabilizálja a helyét az élen. De igen, Szatmári sem lehet nyugodt, mert Smolinski támadja őt. Így van, a németek csapatkapitánya a legmagasabban jegyzett jelenleg, hiszen mégis őt választották csapatkapitánynak. A germánok tehát az ő képességei jelenleg a legnagyobb, illetve neki van a legnagyobb rutinja, hiszen a maga 24 évével ő a legidősebb a németeknél. Éppen ezért Szatmári László nincs túl nagy biztonságban a második helyen. Ugyanaz a helyzet, mint az előző futamban, ugyanaz a sorrend, tehát lett magyar-német, amerikai. Most talán egy picikét meg tudott szabadulni Szatmári a német versenyzőtől. Így van, tehát közvetlen veszélyben nincsen Szatmári második helye, de nincsen veszélyben Paula első helye sem. Tehát ebben a sorrendben nagyon úgy néz ki, hogy le is fogják majd inteni a mezőnyt. És akkor nézzük, 6 futam után az állás 12 ponttal mi vezetünk, 1 ponttal megelőzve Lettországot, 3-mal Németországot, az Egyesült Államok csapata már most nagyon lemaradva a 4. helyen. Tartunk egy rövid szünetet, és aztán hamarosan a 7. futammal folytatjuk. És villámgyorsan rajtol a 7. futam a csapatvilágbajnoki selejtezőben Miskolcon. Tabaka, miénk részéről Speiser, illetve Héden, tehát összesen 3-an álltak rajthoz most. A legjobban a rajt Speisernek sikerült, Tabaka a második helyen. És amit említettem, a lettek egy emberrel kevesebben voltak, ezért jelentett óriási meglepetés, hogy a 6. futam után ők voltak a második helyen. Csak most itt kiütközik ez az ember hátrány, viszont itt Tabaka Józsi zseniális előzését láthattuk. Tehát itt kiütközik az ember hátrány, mert az az előny, amit idején megszereztek, most Koroljovsz hiányában ezt most el is bukják, és a németek rögtön felzárkóznak a magyarok mögé. Sőt, hát mi pedig el tudunk menni így aztán jelentősen a lettek előtt pontszámban, hiszen eddig 1 pont különbség volt a magyar, illetve a lett válogatott között. Most amennyiben Tabaka őrzi az első helyét, akkor nekünk további 3 pont jár, a lettek nem szereznek pontot ebben a futamban. Tehát most már 4 ponttal fogjuk megelőzni a lett válogatottat. Csak hát legyen Tabakának meg a kockás zászló az első helyen. Speiser úgy tűnik, hogy feladta annak lehetőségét, hogy vissza tudjon előzni. És le is intik Tabakát az első helyen, nagyszerűen tudta előzni Speisert. Általában eddig azt figyelhettük meg, hogy a start után már is beállt a sorrend. Az első igazából látványos szép előzést mutatta Tabaka a verseny során. Igen, és egy futamgyőzelem mindenféleképpen nagyot dob a versenyzők önbizalmán, ezért kellett, hogy az ifjú tehetségünk Tabaka Józsi is megszerezze ezt a győzelmet. Most viszont már lesz lett versenyző is ebben a futamban. Pauczuksz még hozzá kék sisakban, a miénk részéről majd Tihanyit láthatjuk sárgában. Kroner képviseli Németországot ebben a futamban pirosban, illetve Gianiro pedig az Egyesült Államokat fehérben. Mind a 4-en startra készen, hát nem valami fényes volt most Tihanyi rajtja, eléggé megkésett ott az indításnál. Így módon aztán Pauczuksz halad az első helyen, mellette azonban Kroner vág most az élre. Tehát Kroner, Pauczuksz és Gianiroval küzd Tihanyi Sándor a 3. helyen. Úgy néz ki, hogy Tihanyinak most sikerült Gianirot megelőzni. Gianiro próbálkozik még külső íven, Tihanyi azonban visszaveri ezt a próbálkozást. Az előbb Tabaka előzés, illetve most Tihanyi küzdelem és Gianiroval jól tükrözte azt, hogy a magyar csapat nagyon akarta ezt a sikert. Ferján érkeztével a csapat önbizalma is megnőtt, illetve
szinte mindenki érezte, hogy most itt az az óriási lehetőség, hogy szép sikert érjen el a csapat, hiszen hazai pályán küzdhetünk, a világkupába juthatunk, és most a csapat körüli emberek is mondták, hogy érezhető volt, hogy igazi csapatként funkcionált ezen a versenyen, illetve már a verseny előtt is a gárda, és ez mindenféleképpen elengedhetetlen egy szép eredmény eléréséhez. Fogynak a körök, a helyzet azonban nem változik, már ami a sorrendet illeti. És le is intik most már a német versenyzőt az első helyen, lett második hely és magyar harmadik hely ebben a futamban. Következik a kilencedik futam, Ferjan, Wölbert, Jutukov, illetve Fischer, tehát ez a négy versenyző áll starthoz. Egy remek Ferjan rajt. Nagyon jó formában Matej Ferjan, kimagaslik a mezőnyből. Ő van az első helyen tehát. Fischer, az amerikaiak versenyzője, a második. Tehát azt is elkönyvelhetjük, hogy ez így marad és Fischer bejön a második helyen a célba, akkor a legjobb eredményüket érik el eddig az amerikaiak, hiszen kettő pontot még nem tudtak gyűjteni. Legalábbis egy futamon belül. Ferjan néz hátra, meglehető távolságban, komoly távolságban az őt üldöző hármas. De egyelőre Fischer nem lehet nyugodt, mert a második helyét igencsak elkezdi veszélyeztetni most Wölbert, a németek versenyzője. Ferjan győzelmét senki nem veszélyezteti, viszont egyetlen egy kérdés van, kié lesz a második hely, ki kapja a kettő pontot. Az amerikai, vagy pedig a német versenyző. Ferjánnak megvan a második futam győzelme, hiszen az egész verseny úgy kezdődött, hogy az első futamot Matej Ferjan megnyerte, most a második futamában is ő az első. És végül is Fischer lett a második. Tehát ez mondjuk sovány vigasz az amerikaiak számára, mert eddig rendszerint az utolsó helyen végeztek szinte minden egyes futamban. Jön a tizedik futam Magosival. Belső starthelyről vághat neki a négykörös versenynek, tehát a magyar versenyző Magosi. Ki tudja használni ezt a helyzeti előnyét, nézzük. Úgy tűnik, hogy igen, bár ott a német fiúval nagy-nagy küzdelemben van az első helyért, és a német került az élre. Magosi a második. A harmadik helyen jön a lett versenyző. Jirucki verseny egyébként a lettek részéről, és Häfenbrück pedig a németektől. Häfenbrück azért Miskolcon már letette a névjegyét, hiszen két évvel ezelőtt az egyéni Európa-bajnokság döntőjében nagyon jó esélye volt az utolsó futamokig arra, hogy megnyerje a viadalt, viszont jött Ferjan, legyőzte a németet, aki így is óriási eredményt érte, hiszen a dobogó harmadik fokára állhatott fel, tehát nagyon jól ismeri és fekszik is neki a Miskolci ovál, és ez bizonyított ebben a futamában is. De jön a lett versenyző is, nagyon-nagyon szorongatja Magosit. Jó lenne, hogyha már villanna a kockázászó, és megnyugodhatnánk, hogy megvan a második hely, mert egyre-egyre veszélyesebben támad a harmadik helyen motorozó lett versenyző. Magosi hátra néz, és most már megvan a második hely. Hát kicsit megizzasztották Magosit, de lényeg az, hogy megvan a második hely, és a magyarok előnye kettő pont a németekkel szemben. A lettek visszaestek a harmadik helyre, az amerikaiak pedig gyakorlatilag már most kiszálltak a versenyből. 10 kör után ez volt tehát a helyzet, jön a 11. futam. Tabakával a mieink részéről. De hol van Tabaka? Belső íven helyezkedik. A harmadik helyen motorozik a magyar versenyző. Smolinski az első. Igen, és Pau Zuksa második róla. Tudjuk, hogy a Daugavpilsi Grand Prix viadalon szabad kártyával indult, és nagyon jó teljesítményt nyújtott, abszolút nem játszott alárendelt szerepet, amikor bizonyítási lehetőséget kapott, és a már említett lengyel ligás ütközeten, tehát a Daugavpils Miskolc derbin itt a Népkerti arénában is maximális teljesítménnyel jutalmazta meg a közönségét. Smolinskinak eddig van egy második helyezése, egy harmadik helye, és most megszerezheti az első futam győzelmet.
amennyiben maga mögött tudja tartani vetélytársát. A mieink pedig egy pontot tudnak gyűjteni, úgy néz ki. És ez azt jelentheti, hogy a 11. futamban, hogyha nem változik semmi, akkor pont azonosság alakul ki a magyarok, illetve a németek között, hiszen a futamot megelőzően a mieink 2 ponttal előzték meg a németeket. Most azonos pontszám a két válogatott között. 12. futam Tihanyival. Nagyon-nagyon kellene egy futamgyőzelem. Tihanyira fókuszál most mindenki, de természetesen Tihanyi nagy ellenfele Spicer, akit egy gyönyörű külső éves motorozással tudott maga mögé utasítani, Subi. És tehát ezt vártuk tőle, a nagy öregtől, tehát hogy tényleg oda tette magát, nem vette el a gázt, hanem külső éven végighúzta, és így sikerült Spicert maga mögé utasítania. Tihanyi, Spicer, és aztán jön a lett versenyző, Pietukov. Sokakban felmerült a versenyen, hogy az elmúlt évi Daugavpilsi Grand Prix szabadkártyával versenyző Grigori Laguta miért nincs itt a letek között. Nos, neki is útlevél problémái vannak, hiszen ő köztudomásulag orosz versenyző, és az oroszok nem járultak ahhoz hozzá, hogy ő lettként, illetve lett útlevéllel rendelkezzen. A nagy kérdés az, hogy például az oroszok igényt tartanak-e majd rá az orosz válogatott összeállításakor, de hát ez majd a jövő zenéje, ezt majd a világkupán tudjuk meg. Közben, hogyha jól látom, akkor Pietukov ki is szállt a versenyből. Tovább csökkenti a lettek esélyét a felzárkózásra. Nagyon fontos futamon vagyunk túl, és jön a 13. futam, ezúttal Matej Ferjan. Az a Matej Ferjan, aki kétszer szerepelt eddig a mieink részéről, mind a kétszer megnyerte a futamot. Hasonlót szeretnénk most tőle ismételten. Kroner halad az első helyen, Matej Ferjan most csak a 3. Jatukski pedig a 2., tehát lett 2. hely egyenlőre. Nagy kérdés, hogy Ferjan képes lesz-e legalább az 1 pontból 2-t csinálni, azaz 3.-ból 2. lenni. Mindent elkövet ennek érdekében, de most már azért hát vannak gödrök a pályán, és néha-néha belevezeti a motorját Matej Ferjan ezekbe a gödrökbe. Ennek következtében, amikor nagyon-nagyon rámenne a lett versenyzőre, akkor mindig visszaesik. Most egy komoly esélye volt pedig arra, hogy előzni tudjon. Ez a 13. futam nem hozott szerencsét Ferjan számára, hiszen láthatunk, nagyon gyengén sikerült a startja, és hiába tudná, hogy hol kell menni, hiába tudja, hogy hol lehet gyors a motorja, egyszerűen nem bír a lett versenyzővel. Igen, csóválja is a fejét közben, hát érzi, hogy itt ez már a veszett fejszennyele. 2 futamgyőzelem után most pedig el kell könyvelni egy 3. helyet Ferjannak. És ami ugye a fájó, az az, hogy pont a rivális nyert, azaz Németország. 14. futam jön, ezúttal Magosi a mieinknél. Paura, Fölbert és Janiro még ebben a futamban. Nézzük a palánk melletti részről Magosi mire lesz képes. Janiro nagyszerűen rajtol, nem kis meglepetésre. De egy pillanat alatt már is otthagyja őt Magosi. Magosi, Janiro, Paura, és aztán jön csak Fölbert. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy úgy nyerjünk most esetlegesen futamot, hogy minél hátrább végezzen a rivális német fiú. Az előbb dicsértük Tabaka Józsit és Tihanyi Sanyit a külső éves előzésére, és most ugyanezt a elismerést meg kell adnunk Magosinak is, aki bizonyította. Angliában nagyon jó hírek jöttek a 2. ligában versenyző pilótánkról, hogy jó formában van, és most ezzel az előzésre ezt abszolút alátámasztotta, és ezt a közönség meg is hálálta. Egyelőre Fölber bajban van, nem tud 4.-nél följebb jönni. Magosi viszont elhúz a többiektől. Janiro továbbra is a 2. helyen. A 3. helyen Paura most próbálkozik egy váratlan manőverrel a német külső íven. Minden egyes pont égetően szükséges mind a magyar, mind pedig a német válogatott számára. Ezért küzd rettenetesen a német fia, és Janirot meg is tudja előzni. Hát nem 0 pontot, hanem 1 pontot szerez. 15. futam.
Szatmári sárgában, és Häfenbrock pedig a németek versenyzője. Häfenbrock egy harmadik helyjel kezdett, aztán futamot nyert, és most is ott haladt Szatmári előtt. A magyar versenyzőnek nem sikerült jól a startja, viszont itt az első kanyarban már látható volt, hogy észrevette, hogy az előtte motorozó amerikai és lett versenyző külső íven próbál haladni, ezért belső íven intézett támadást ellenük Lacika, és nagyszerűen sikerült, és most már a német versenyző nyomában van. Pouczukca a harmadik helyen, Fischer pedig a negyedik. Ha nem is sikerül mondjuk megelőzni Häfenbrockot, a legfontosabb az az, hogy másodiknál rosszabb ne legyen Szatmári, tehát csak minimális pont előny legyen Szatmári, illetve a német fiú között a végén. És nagyon úgy néz ki, hogy erre oda is figyel Szatmári, mert most már inkább azzal foglalkozik, hogy vajon Pouczukc jelente rá veszélyt. Már nagyon jól észleli és látja azt, hogy Häfenbrockot nem tudja leelőzni. Német első hely, magyar második hely, lett harmadik hely, összetedben pedig 31-31 pont Magyarország és Németország azonos pontszámmal az élen. A lettek 22 pontot gyűjtöttek, az Egyesült Államok pedig 6 pontot. Ugrunk egyet időben, 4 futamot lebonyolítottak időközben, és itt pedig most leintik Ferjánt a 20. futamban. Az ezt megelőző 4 futamot Smolinski, Szatmári, Kronel, illetve Gierucki nyerte. Ez most nagyon fontos győzelem volt a mieink részéről, mert majd hamarosan meglátjuk a táblázaton is, hogy hogy áll a verseny akkor, amikor a hajrához érkezünk. A németek 3 ponttal előzik meg a mieinket, aztán jönnek a lettek 29 ponttal, az Egyesült Államok pedig mindössze 8 pontot gyűjtött. Tehát mondom, valóban a verseny hajrájához érkezünk el. Összesen 5 futam van hátra a viadalból, és 3 pontos hátrányban vagyunk, tehát minden egyes pontra égetően szükség van. 21. futam Tihanyi a mieinktől, de hát a németek itt az elsődleges favoritok jelen pillanatban az állás szerint. Smolinski már is elkapja nagyszerűen a rajtot, és hogyha így marad minden, akkor tovább növelik az előnyüket a németek, és 5 pont lesz a német, illetve a magyar csapat között. Smolinski az első, Fischer a második, és csak a harmadik Tihanyi. Feljebb kellene küzdeni magát Tihanyinak, legalább a második hely legyen meg, de az látható, hogy az amerikaiak nem verhetetlenek. Csak pont akkor támadnak fel, amikor nekünk nem kedvező a céljárás. Tihanyi Sanyi nagyon beszorult az amerikai és a lett versenyző mögé. Természetesen, mint általában a salakosoknál, itt is a start volt a döntő, és ez nem igazán sikerült a debreceni motorosnak. És nincs olyan helyzetben Tihanyi, hogy előzni tudná az amerikait. Smolinski nyugodt, higgadt motorozással végül is az első helyre került. Újabb 3 pontot gyűjtenek így módon, aztán a németek a mieink egyet, tehát most már 5 pont a németek előnye. Jön a 22. futam Ferjánban, minden reményünk. És Ferján belső íven startolva nagyszerűen, de óriási küzdelemben van jelen pillanatban Speiserrel. Speiser az első, és sajnos Ferjen visszaesett a harmadik helyre, aztán itt most egy rendkívül bátor motorozással külső íven körbe motorozza az előtte haladó két versenyzőt. Fantasztikus volt Matej Ferjen, amit csinált. És most már egyértelműen ő vezet. Sőt, olyannyira jól sikerült ez a manőver, hogy Speiser a harmadik helyre szorult. Ferjen a verseny előtt, illetve már amikor ez az egész honosítási helyzet elkezdődött, akkor megmondta, hogy ő nagyon akar. Nagyon akar, mert Magyarországról nagyon sok jó dolgot kapott, és ezért akar bizonyítani a magyar csapatban, hogy azt a sok jót, azt valamilyen úton, módon megszolgálja. Ez a futam, ez tényleg erre adott tanúbizonyságot. És hangsúlyozzuk, hogy csak az első helyezett csapat kerül majd a világkupa egyik elődöntőjébe, ahol egyébként már megvannak a csapatok, Lengyelország, Ausztrália és Oroszország, tehát ez a hármashoz vagy a németek, vagy mi csatlakozhatunk.
iszonyatos fontos volt most, hogy Mater Ferjan nyerjen, és az is fontos volt, hogy a harmadik helyen érkezzen célba a német, mert megint a három pontos differenciált vissza, és csak három kör van hátra. Magosi, óriási nyomásos minden egyes magyar versenyző, hiszen nem szabad hibázni, különösen nem szabad megengedni azt, hogy Kroner végezzen Magosi előtt, már pedig megint a német ott van az élen, aztán egy nagy-nagy motorhiba, és ennek következtében Magosi átveszi a vezetést. Óriási szerencse ez a részünkről, mert ez azt jelenti, hogy Magosi, ha megnyeri a futamot, az biztos, hogy a németek nem kapnak pontot, akkor megint azonos pontszámmal áll a német és a magyar csapat az élen. Hát egyet. A technika az most nagyon velünk volt. Igen, a technika ördöge, Tobias Kroner idáig verhetetlennek bizonyult, most viszont a versenymotorja kibabrált vele, viszont ez semmit sem volna Magosi érdeméből, hiszen most ő vezet, és ez a három pont, ez azt jelenteti a magyar csapat számára, hogy pontszámban beérjük a németeket. Hát technika ördögének köszönjük szépen ezt most. Kettő futam lesz hátra, amikor ha csak nem történik valami hasonló szörnyűség Magosival, akkor valóban úgy várhatjuk az utolsó két futamot, hogy azonos pontszámban a magyar és a német válogatott az élen, és most már egészen biztos, hogy ez így is van, hiszen Magosi most már deklaráltan az első. Azért érezhető volt a kontraszt, tehát a futam előtt csak bizakodtunk, hogy esetleg valami történhet, most viszont lényegében felrobbant a stadion, hiszen pontszámban beértük a németeket, ami lényegében a csodával volt egyenértékű. Itt ez pedig egy nagyon sportszerű gesztus, Magosi elment Tobias Kronerért, akinek a motorja ebben a kanyarban mondta fel a szolgáltat, és a magyar versenyző beviszi vetélytársát a depóba. A 24. futamban én azt hiszem, hogy nem vagyunk, azt hiszem, nagyon önzőek, amikor a mieinkre is csak a németekre koncentrálunk. Tehát Szatmári sárgában, Fölbert pedig pirosban. Igaz, hogy Szatmári nem az első, még legalábbis küzd a lett versenyzővel, de nem az a fontos. Az a fontos, hogy Szatmári ott van a német fiú előtt. Most ez a leglényegesebb. Pietukov az, aki az élen halad a lettek részéről. Érzik a németek is, hogy nem szabad, hogy pontszámban ére kerüljön a magyar válogatott, ezért aztán Fölbert mindent elkövet annak érdekében, hogy Szatmárit előzze. Szatmári jól tartja magát, de nem szabad egy másodperce sem lazítani és lankadni a Szatmári figyelmének. Itt a kanyarokban időközben azért Szatmári támadja rendesen a lett riválist is. Szerencsére a német fiú most lemaradt Szatmári mögött, de még azért nincs meg ez a második hely tutira. Itt kell nagyon koncentrálni, itt kell nagyon figyelni a célegyenes bejáratánál, a kanyar utáni egyenesben nagy véletlenül meglepetést okozzon a német fiú, akár belső, akár külső híven megpróbálkozik vele, de szerencsére Szatmári jön be a második helyre. Fölbert lett tehát a harmadik. Igen, és az utolsó futam előtt egy ponttal vezetett még a magyar csapat, és ekkor jött Tabaka Józsi. A képlet egyszerű, hogyha Tabaka a német előtt végez, akkor a mieink jutnak tovább. Häfenbrock a német versenyző, és Häfenbrock az első, Tabaka a második, bár egyelőre még ezt félve merem kimondani, mert nincs még lejátszva a küzdelem a lett fiú és Tabaka között. Most már igen, most már Tabaka egyértelműen a második, Häfenbrock pedig az első. Ha ebben a sorrendben történik a verseny leintése, akkor ez azt jelenti, hogy egy pótfutamra kerül sor, amikor a pont azonos helyen lévő német és a magyar csapat küzd meg egymással a továbbjutó helyért. Tehát a legvégsőkig kiélezett küzdelem alakul ki a németek és a magyarok között. Ekkor is minden dicséretet megérdemelt Tabaka, hiszen látszik a motorozásán, hogy mindent elkövet azért, hogy Häfenbrock nyomába eredjen, illetve megelőzze a németet, viszont ekkor már mindenki azért szurkolt, hogy nehogy valami baj történjen, tehát Józsi ne vállaljon túl nagy kockázatot azért, hogy futamot nyerjen. Jó ez a második hely, és ez azt jelenti, hogy X a vége, és akkor jön egy mindent eldöntő különfutam. Most már nem hiszem, hogy bármelyikük is kockáztatni fog. Häfenbrock is szemmel tartja Tabakát. Hát
Ennél izgalmasabban nem alakulhatott volna, azt gondolom, a csapatvilágbajnoki selejtező Miskolcon. 51-51 pont Németország és Magyarország az élen. Kedves nézők, tartunk egy rövid szünetet, és aztán meglátjuk, hogy az utolsó futamban, amikor már csak a magyar, illetve a német egy-egy versenyző méri összetudását, akkor kinyeri a futamot és kijut tovább majd. Hát kedves nézők, most jön a legnagyobb izgalom, azt gondolom, hiszen ez most tényleg élet-halál kérdése. Ferjan, illetve Kroner, a két versenyző, akik összemérik tudásukat. Aki az első helyen végez, az viszi a csapatát. Az viszi a csapatát majd a világkupa elődöntőjébe. És mi történt itt a rajtnál? Ferjan eljön, nem tudott eljönni, viszont Kroner hihetetlen. A második óriási pekje Kronernek. Gondoljunk csak bele, volt egy olyan futam, amikor az első helyen volt, motorhiba miatt kénytelen volt feladni a versenyt, és most pedig el sem tudott indulni a rajtnál. Elképesztő. Igen, nagy beszéd témát szolgáltatott ez az eset, hiszen Jacsó Tibor, a magyar csapatvezetőinek lényegi egyszerű volt a döntése, hogy Ferjánt küldte a különfutamba. Viszont Tobias Kroner igaz, hogy verhetetlen volt, viszont az legutóbbi futamában motorhiba miatt nem tudta teljesíteni a négy kört, és ezért sokan úgy érezték, hogy ez túl nagy reckír volt, hogy őt küldték erre a futamra, és tényleg nagyon balszerencsés volt Kroner, illetve a német válogatott, hiszen ismét a technikai ördöge keresztül húzta a számításaikat. Hát ez most már egy örömmotorozás itt Ferjan részéről. Hihetetlen pekkes Kroner, aki egyébként minden egyes futamát megnyerte, azt az egy futamot leszámítva természetesen, amikor motorhiba miatt kénytelen volt feladni a versenyt, tehát 12 pontot gyűjtött. Ferjan az 5-ből 4-et megnyert, az egyik futamban a harmadik helyen végzett, rábízta a csapatvezetés tehát a döntő futamot Kronerrel szemben, és most már abszolút lehet ünnepelni Miskolcon, hiszen megvan a magyar csapat számára a további jutás. Azaz Lengyelországgal, Ausztráliával és Oroszországgal mérkőzünk majd Lesznóban július 12-én a világkupa egyik elődöntőjében, amelyet természetesen majd a Sport egy nézői is figyelemmel kísérhetnek. Óriási nagy siker ez. Igen, az öröm látható a szurkolókon is, hiszen az utóbbi évek legnagyobb sikerét ért el a magyar válogatott. És egy kis adalék ez az egész történethez. A különfutam előtt, amikor megmondták Ferjannak, hogy neki kell mennie, szinte még pánikbe esett. Azért egy Grand Prix versenyzőről van szó, aki már legjobbak között is húzta a gázt, és most ebben a kézzeszt szituációban még benne is megfordult az, hogy jaj Istenem. De aztán szerencsére nem volt probléma. Ha kicsit furcsa körülmények között is, de hozta a kötelezőt, úgymond is bejutatta a világkupába a magyar csapatot. Hát az biztos, hogy óriási teher volt a vállán akkor, amikor neki kellett eldönteni végül is a továbbjutást, de aztán nem ő döntötte el, hanem eldöntötte megint a technika, és megint a németek kárára. Itt jönnek a mieink tehát, hiszen következik majd az ünnepélyes eredményhirdetés. Ne felejtsük el, hogy azzal a lengyel válogatottal fogunk majd megmérkőzni, persze az ausztrálok és az oroszokon kívül, amely válogatott a csapat világbajnok. Tehát a címvédővel szemben, a címvédő otthonában kell majd küzdenünk. Hát azért nem szabad elfelejtkezni a korábbi világbajnok ausztrálokról, Jason Kampra, Lee Adams-el, és az oroszok is. Azért oda kell rájuk figyelni, hiszen Gizatulin, Gafurov, Sajfudinov, nagyon-nagyon jó versenyzők. Tehát ott lényegében a magyar csapat ezzel, hogy bejutott a világkupába, én úgy érzem, hogy a célt már elérte, teljesítette az elvárást. Ez lényegében csak egy jutalomjáték lesz Tihanyi Sanyék részéről. Tehát, hogy milyen mezőny ez, mert ugye csak az egyik elődöntőről beszéltünk pont arról, nyilvánvalóan, amelyikbe bejutott a magyar válogatott. A másik ágon egyébként Svédország, Dánia, Anglia és Csehország küzd majd, Nagy-Britannia és Csehország küzd majd a továbbjutásért. Az első kettő jut majd minden egyes elődöntőből tovább, de lesz még reményfutam is, tehát onnan is még. És ha már a világeseményekről van szó, akkor hagyj emlékeztessem a magyar szurkolókat, hogy
június 14-én Debrecenben 15 órától a Gázvezeték utcai Salakstadionban salakmotoros egyéni Európa bajnoki futam lesz, ahol Tihanyi Sándor és Tabaka József küzd majd a döntőbe jutásért, ami szintén nagyon nagy siker lenne, és ehhez is szükség van a szurkolónkra, mert csak is velük együtt sikerülhet. Tehát a mieink Matej Ferján, Magosi Norbert, Szatmári László, Tabaka József, Tihanyi Sándor összeállításban kivívták a jogot arra, hogy ott legyenek a világkupa elődöntőjében, és így aztán itt Miskolcon a domogó legmagasabb fokára állhatnak fel. A németek végeztek a második helyen, a lettek lettek a harmadikok, és az Egyesült Államok válogatottja meglehetősen nagy csalódást keltve a negyedik helyet szerezte meg. És nem is a negyedik helyen van itt a probléma, hanem nagyon alárendelt szerepet játszott a tengeren túli válogatott. És azért jó ránézni a magyar fiúkra, hiszen egységes szerelésben vannak, és ez mindenféleképpen Jacsó Tibor érdemeit dicséri, hiszen ő volt az, aki ezekkel az anyagi hátteret megteremtette, hogy tényleg egységes legyen a csapat, mind külsőleg, mind pedig szellemileg is, hiszen tényleg nagyon sokat fordított erre a feladatra Jacsó Tibi. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Én megmondom őszintén, hogy kicsit éreztem már a tegnapi napon, amikor láttuk a németeket az edzésen, hogy egy nagyon-nagyon nehéz meccs lesz. És el kell mondani azt, hogy bizony szerencsénk is volt, de azt mondom, hogy már nagyon sokszor kiárt volna nekünk az, amit most megkaptunk. És hát én csak azért örülök, mert a magyar válogatott, aki egyébként meg kell mondjam, hogy jelen pillanatban mindenféle anyagi bázis nélkül tulajdonképpen kijutott a lesnói világbajnokságra, feladta a leckét mindenkinek, mert ez a csapat 0 forintból most benn van a VB8-as döntőjébe, Jason Krampék, Tomás Golobék, az oroszok ellen kell majd motorozni a srácoknak, és ők egyébként nem akarnak és nem fognak szégyent hozni Magyarországra, és majd tessék őket támogatni, a magyar válogatottat, mert azt gondolom, hogy ez nekünk ennek a nagyon szerény és sanyarú körülmények között működő sportnak egy világra szóló siker, és köszönöm mindenkinek, aki segített, köszönöm. Én is szeretném megköszönni a szervezőnek, aki nagyon sokat tett azért, hogy ilyen legyen a pálya. A tegnapi edzés után nagyon sokat dolgoztak rajta. Köszönöm szépen a csapattársaimnak, hogy segítették ezt a mai munkát, és főképpen Matej Feljánnak, hogy hozzájárult a magyar csapat győzelméhez. Hát én is nagyon boldog vagyok, hogy megnyertük ezt a mai fordulót, vagyis igazából a továbbjutás meccset. Tegnap ezt nagyon tudtuk már az edzésen, hogy a németek nagyon kemények lesznek. Megmondom őszintén, hogy én az amerikaiaktól egy kicsit többet vártam, de tulajdonképpen ez most már nem számít. Nagyon boldog vagyok, hogy tovább jutottunk, sokat dolgoztunk ezért. Én is az edzés után a németeket nagyon erősnek gondoltam, és még az amerikaiakat is. De a lettek meglepetést okoztak, mert nagyon jól mentek, igaz, hogy csak négyen voltak. És én nagyon örülök, hogy ilyen fiatalon ki tudtam jutni Lesznóba a világ elitjéhez, és ott meg szeretném állni a helyem. Most nekem már nehéz ismételni, hiszen mindenki elmondta magáit, hogy mindent köszönöm, minden jó volt. Én is csak ismételni tudom, hiszen a verseny előtt én, mint csapatkapitány, próbáltam a versenyzőket arra muszolni, hogy van nekünk egy Matej Ferjánunk, aki egy húzó ember köztünk, így ránk nem igazán hárul akkora teher, és ez be is bizonyította a végén Feri, hogy ő nagyon kellett ebbe a válogatottba, és ezt valahol szeretném most utólag is megköszönni Simon Miklósnak, hogy ez az ő versenyzője, ő ezt meg tudta tenni, hogy magyar útlevele van a Ferének, és ez a magyar válogatottat tudta így erősíteni. Sajnos olyan nincs köztünk, de úgy érzem, hogy látott fentről bennünket. Köszönöm szépen! Természetesen július 12-én Lesznóból közvetítjük a mieink versenyét, mint ahogy közvetítjük szombaton Kopenhágából a soron következő Grand Prix viadalt. Én Boros Norbert nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra! Azért arra kérnénk szépen a csapatokat, hogy álljanak vissza, hiszen...